Megfosztották a hagyományos piacaiktól a gazdákat, határ egyik oldala, a másik oldala. És azt gondoltuk, hogy az volt a fő tétel, amit Krisztina is említett, hogy az Európai Uniós csatlakozáskor arra hivatkoztak, hogy mindez majd megoldódik azzal, hogy a schengeni határok ugye, miatt ugye könnyen lehet majd határokon átvándorolni. De látjuk, hogy nem oldotta meg. Tehát miért kérdezzük azt, miért van szüksége arra a szlovák politikusoknak, illetve azoknak legalábbis, akik ugye érezik a magyar ellenességet, hogy valóban egyfajta ilyen kihasznált állapotba jutassák mind a magyarokat, és mind a szlovák embereket is, hiszen senkinek nem jó az, hogy nem az együttműködés érvényesül, hanem egyfajta kölcsönös gyanakvás, kölcsönös élelmeket próbálnak erőltetni. Hát végéppen ezt megmondom, hogy mi, ez egy politológiai alaptétel, tehát nyilván olyan hatalom megragadása. Tehát a hatalom megragadásához vezető út részünkről azonban nem ezt szolgálja ennek a kérdésnek a felvetése részéről. Annak a következetes elvnek az érvényesítése, amit Morvai Krisztina is említ, mégpedig a nemzeti önrendelkezés elve, amit teljes mértékben figyelmen kívül hagytak a párizsi békerendszer kialakításánál. Hogy? Önrendelkezés. Hát ezt elmondta Krisztina elég pontosan, a polgári politikai nemzetvédelmi egyetség okmányában benne van, mely szerint a nemzetek, nemzeti közösségek szabadon választhatják meg, hogy milyen formában, milyen keretek között élik életüket. És a területi autonómia például, ami egy nagyon fontos dokument, az például Európában jól működő modell. Hát gyakorlatilag az Európa Tanács grossz jelentése alapján elfogadott határozata teljesen egyértelműen rögzíti, hogy a különböző autonómia formák a legtökéletesebb eszközei annak, hogy a különböző nemzetek között levő konfliktusokat feloldják. Hát ezért születtek ezek a jó megoldások, mint például ugye a svédországi finnek, vagy a Olaszországban élő dél-tiroliak esetleg. Tökéletesen működik, egyenrangú emberek élnek, köztisztséget vállalhatnak, bárhol beszélhetik a nyelvüket, egyetemeik működnek, semmi probléma nincs. Hát de ki kellett ezt harcolni nagyon kemény jogvédő küzdelemmel, nem megy magától. A Szentsercsal nyelvtörvényről is, és konkrétan ön mondta, hogy a Szlovákiánál magyar orvos nem beszélhet magyarul a magyar pácienshez. Ez a mondat honnan jött? Hát abból jött, amit én ebben a témában olvastam a szlovák nyelvtörvény értelmezése kapcsán. Ha nincs így, akkor örülök, ha megnyugtat a felől, hogy ez nincs így. És ugye semmilyen egyéb retorzió sem vár semmilyen magyar emberre, egyetlen magyar emberre, ha a magyar nyelvet használja. Tehát ezt az állítás meg tudja nekem erősíteni? Hát, nem meg tudja erősíteni az ellenkezőjét? Tehát ez egy kicsit könnyelmű, nem könnyelmű egy ilyen összejövetelen, egy ilyen kérdés. Az Európai Bizottság adott egy részletes álláspontot a szlovák nyelvtörvény végrehajtási rendeletével kapcsolatban. Ebben, ha jól emlékszem, legalább 12 pontban talált olyan súlyos kivetnivalót, amely lényegében elfogadhatatlanná teszi az európai értékekkel, egy összeegyeztetetlen Európai Unió szerződésének, alapszerződésének 6. cikke, az egyértelműen a demokratikus jogok biztosítását írja elő minden országban és nemzet számára. Abszolút igaza van, csak konkrét dologról beszélt az értéke, konkrét válasz. Jó, hát mert akkor ez, ezek szerint a magyar orvos, nagyon megnyugtató, hogy ez nincs így, ugyanakkor ez a végrehajtási rendeletet értelmező Európai Bizottsági anyag, ez emlékezetem szerint ezt tartalmazza, hogy még ilyen kockázata is lesz ennek a nyelvtörvénynek. Ha nincs így, csak azt gondolom, hogy mi szükség van, hát senki nem vitatja el azt, hogy a szlovák emberek megvédhessék saját nyelvüket. De hogy miért kell ennek a védelemnek odáig eljutnia, hogy egy ott élő másik nemzeti csoport nyelvét háttérbe kell részesíteni, háttérbe kell szorítani, ez az egyenlő bánásmód elvét súlyosan sérti. Az Európai Unió legfontosabb alapelve az egyenlő bánásmód elve. Ez sért. Jó, én csak kimondottam, mert konkrét dolgot mondott, és ez a konkrét dolog után... Már is volt akkor egy tanulság, ezek szerint akkor ez nincs így, viszont ha tovább megyünk, akkor jó lenne, hogyha például a Benesi dekrétumok következményeit is felszámolná Szlovákia. Tehát ezért nagyon keményen ki fog állni a Jobbik Magyar Mozgalom, benne is van a nemzetpolitikai részünkben, mégpedig az, hogy úgy gyalogolt be az Európai Unióba Szlovákia, hogy nem orvosolta és nem semmisítette meg ezeket a jogfosztó rendeleteket. Ezek gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a náci Németország szabályaival hasonló jellegű szabályok, amelyek teljes jogfosztottság állapotában zúdítottak két népet, a németet és a magyar, pusztán azért, mert egy háború végén a vesztes oldalon álló országnak a tagjainak minősülnek. Ezért állampolgárságoktól megfosztották, vagyonuktól megfosztották, iskoláikat bezárták, és gyakorlatilag egy totális jogfosztottság állapotába kerültek. Köszönjük, reális, hogy a Csehországnak is.
Hát Csehország ugye kiharcolta azt az Európai Uniónál, ami számomra egy döbbenet, és nyilván ehhez mi Magyarországnak lesz egy-két szava, azt gondolom, Jobbik Magyarországért Mozgalom lehetőséget kap, hogy ez itt nem maradhat. Hát ez egészen elképesztő dolog, hogy mi alapon gondolja Csehország azt, hogy ő egy demokratikus állam, miközben ezeket a benesi dekrétumokat hatályban tartja, és élő jogként alkalmazzák a konfiskált javak visszaszerzésére irányuló eljárásokban, a szlovák bíróságok, vagy a cseh bíróságok rendszeresen, mint élő jog hivatkozzák azokkal szemben, akik szeretnék jogaikat érvényesíteni. Azt tetszett mondani, hogy nem kért Szlovákia elnézést. Mit jelent, mennyit jelent ez, ha elnézést kértek benes dekrétumokkal kapcsolatosan? Hát azt mondom, ez minimális előfeltétel ahhoz, hogy a jó szomszédsági viszony helyreálljon. Tehát itt azért gondolom, nem nekünk kellene elnézést kérni. Nyilván a magyar történelem során sok olyan dolog volt, amit a szlovák emberek is úgy éltek meg, hogy számukra nem volt jó, nem volt előnyös. De azért azt gondolom, a tények mégiscsak mást mondanak, hiszen azért a szlovák emberek meg tudták alakítani a saját országukat, és úgy kerültek végül is 1920 után Csehszlovákiába, ami azért szerint történelmi ismeretem szerint nem nagyon jól esett szlovák embereknek, mert a cseh állam eléggé dominálta ezt az államot, és nagyon sok sérelmet okozott a szlovák embereknek. Viszont mégis ennek ellenére iskoláik voltak az itt élő szlovákoknak, mondjuk Erdély példát is tudok mondani, egész pontos példát tudok mondani. A Romániához csatolt Erdélyben több román iskola volt, román tannyelvű iskola volt, mint azon Romániában, ahova csatolták Erdélyt. Köszönöm. Most pedig akkor kérjük, hogy tartsanak velünk, akkor mi átmegyünk akkor. Vagy itt valaki, aki tud szlovákul? Ja. Nem, egyébként ezt mondom, egyébként ez nem igaz, mert tényleg nagyon fontos, hogy a szomszédország, tehát a mindjelő nemzetek nyelvét ismerjük. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogyha... Én a jobb időtől vagyok. Mindenki, akit van a veled, egyfolytában. Itt csináljunk egy képet, van a szépen a címe, hogy Glamour, hogy ugyanállt. Igen, álljunk, hogy jól kaparunk. Önnyelem azt. Hoppá, de ezt olvassuk. Olvastuk a Gyurikán fennhangon ezt a hangosan. Hány éves vagy? Erzsébet híd létesítette első Ferenc József, ausztriai császár és Magyarország apostoli királyának uralkodás alatt gróf Szapáry Gyula miniszterelnöksége idején Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter által 1891-1892-ben. Szekelius Aurél műszaki tanácsos vezetése alatt megépítették Kregersen és fiai vállalkozó készült az eredeti alapján a híd avatásának 100 éves évfordulójára. Apostoli királyság. És még valami?
pontosan egy napja volt nagyatalmakkor, a családi hagyomány szerint ők voltak az utolsó nagyanyámmal, akik magyar magisztrátus előtt állítottak itt a hodában. És ott le van írva valahol a családi történelem? Nem, nem. Ezt le kéne írni, de van egy videó.